mintegy 300 jegyet adtak el elővételben a július 21-i szombat esti nagy retro fesztiválra a Monostori erődben. A jegyvásárlók közt sokan lehettek olyanok, akik tavaly is jól érezték magukat a multidéző partin, és idén sem hagyták ki a buli alkalmat. Július 21-én retroslágerektől volt hangos az erőd. A szombati volt a harmadik ilyen retro esemény az erődben, ahol legfőképpen a középkorosztályt szólították meg, hiszen ők a 90-es években élték fiatal bulizós éveiket. Ez a retro vonal, ez itt a megyében elég ritka volt, tehát nem igazán hallottam olyan buliról, ahol itt a retrót szólították volna meg, és hát innen jött az ötlet, hogy akkor egy ilyen kicsikét visszamegyünk a múltba, és akkor ezt így felidézzük, és akkor kicsikét így ezekre a számokra bulizunk egyet. A szombat esti szeszélyes, esős időjárás sem riasztotta el a közönséget. A hajnali órákig táncoltak a sztár fellépők ismert dalaira. A késő estében kezdődő zenés táncos mulatságon elsőként a Bombon együttes állt színpadra, majd Betty Love slágereit énekelte hangosan a tömeg. A fiatal énekesnőt az egykori Soho partiban ismerhette meg az ország. Én tavaly is voltam ugye ezen a rendezvényen, és nagyon vártam a mostanit, mert akkor is nagyon élveztem. Egyrészt csodálatos a helyszín, másrészt fantasztikus a közönség, tehát tényleg annyira jó hangulatot csináltunk együtt, hogy öröm visszajönni olyan helyre, amikor az ember tudja, hogy szeretettel várják, és az egésznek van egy olyan atmoszférája, aurája, olyan varázsa, ami megédesíti ezeket a nyári estéket. Talán nem lehet azt mondani, hogy ezek a slágerek fénykorukat élték, mert ma is gyakorlatilag egy buliban ideálisak, és a 40-es, 50-es korosztály biztos, hogy ezt a vonulatot keresi, hogyha nagyon jót akar bulizni. De az ön számára mit jelent a 90-es évek, illetve akkor, amikor tényleg tomboltak, vagy bejöttek ezek a slágerek? Az ifjúsága, de gyakorlatilag én nagyon korán kezdtem a szópartival, mondhatjuk is, alig voltam 19 éves, és hát elképesztő intenzív éveket éltünk meg együtt Attilával és Dömében, Áksi Attilával és Dömötör Sándorral, majd utána ugye szólóba is, egy kicsit érettebben már. Tehát az az igazság, hogyha elvonatkoztatok, és nem csak a saját zenémre gondolok, hanem hogyha meghallgatom azokat az akár külföldi, akár magyar előadókat, akik akkor futottak még, akkor egy csomó olyan dolog önti el a szívemet, és egy igazi időutazás, és ezért szeretem, mert gyakorlatilag a mából pillanatok alatt úgy találjuk magunkat a múltban, hogy talán tényleg az időutazás a legjobb szó rá, hogy olyan érzéseket hoz elő, amik mindannyiunkban ott lappanganak így vagy úgy, és csodálatos élményekre emlékeztetnek. Az Éjjel soha nem érhet véget című daluk két évtized után labdarúgó himnusszá lett. Ez volt a Soho Partynak annak idején 98-ban az utolsó klippes slágere. Tehát kijöttünk vele, és utána nem sokkal később úgy döntöttünk, bár akkor is nagy siker volt, hogy abba adjuk. Azért tettük ezt, mert igazából mindannyiunknak megvoltak a szóló ambíciói, és úgy gondoltuk, hogy a csúcson kell abba adni, és azt soha senki nem fogja megtudni szerintem, hogy, vagy nem tudom, ha van tipped, akkor hallgatom, hogy miért lett ez a dal előhozva a szurkolók által, hiszen a szövege se feltétlenül, tehát ez egy szerelmes dal, de hogy nem tudom, hogy miért került elő, de döbbenetes volt megélni azt két évvel ezelőtt, hogy úton útfélen belebotlottam is mindenhol. Meg hát az, hogy ugye a szópartival egyszer léptünk fel az elmúlt 99 óta, tehát amióta feloszlott, és ez az egy alkalom az a Hősök terén volt, amikor vártuk az a fiúkat, a labdarúgó csapatot, magyar labdarúgó csapatot a győzelmük után, és ezt a hatalmas bulit ugye együtt átélni a Hősök terén az elképesztő. Az éjszakában fellépett tovább a Fiesta énekese, Csordás Tibi, majd a Kozmix és az UFO is sikert aratott. Szinte a hajnali órákban áll színpadra Dr. Albán, a fesztivál sztár fellépője, valódi retro hangulatot teremtve a történelmi falak között. Minden, csak a kérdő, a